nézd meg az öreget, már két napja nem láttam. Nézd meg az öreget, már két napja nem kelt fel. Hallom a suttogást, aggódnak értem. Semmi baj, csak pihenek még. Becsukom. 75. születésnapját töltötte be november 8-án Deák Bill Gyula. Szia! Boldog születésnapot kívánok! Köszönöm szépen! Most ugye egy nagy koncertre készülsz, de kicsit beszélgessünk előtte így a kerek évszámokról, ugyanis a 70. születésnapodon is egy nagy koncert volt. Az is itt volt, igen, 75. Most 75 van, 70-esen is itt voltunk, úgyhogy nagyon jó volt. És mennyire meghatározóak számodra ezek a kerekszámok, akár korábban, ilyen 30-40? Én nem törődök vele, sajnos az a baj, hogy észreveszi az ember, hogy 70 után most 75 elment 5 év, és ilyenkor már nem is szeretem tartani, de szülinapot, meg mit tudom, úgyhogy... Akkor most nem... Öregszünk, mindig öregszünk. Akkor most nem is ünnepeltél? Hát erre ünnepeltem nagyon pont, vasárnap ünnepeltünk, szerdán, amikor szülinapom volt, pont próbáltam a zenekarral, és hát... Ez a koncert lesz a nagy ünnep. Ez lesz a nagy ünnep, reméljük, hogy jó lesz, reménykedem benne. Van olyan emléked, hogy melyik volt a legnagyobb buli? Szülinapi buli? Ha nem is koncert, de hogy valami nagy parti. Hát voltak, sok volt az ember életében, főleg amikor még fiatal volt, akkor még örültünk is a szülinapnak, most már nem annyira, de hát mindegy, ez, legalább elmondhatom azt, hogy ezt megértük, ezt sok barátom elment, sajnos elmentek fiatalon is, meg elment sok barátunk a Fecó, a Pókegon, elment a Török Ádám, sokan elmentek, elment a Benkő Laci, Kóbor. Úgyhogy nagyon sokan elmentek, és hát nagy űrt hagytak maguk után, úgyhogy sajnos. Mennyire vagy ilyen ajándékcentrikus, mennyire szoktátok, hogyha nem is annyira ünnepled már ezeket az éveket? Volt olyan esetleg, hogy a közönségtől kaptál, rajongóktól kaptál ajándékot? Hát volt már rá precedens, persze most is lesz, úgy néz ki, mert meg akarnak látogatni, akarnak ajándékot, nem tudom, hogy tudnak majd bejönni, de hát mindegy, én örülök neki, hogyha kapok akármit, mert hát az jó dolog, a szeretet jelen. Ugye itt a koncerten Karamell lesz a sztár vendéged, hogy őt választottad, hogy őt hívtad meg? Hát őt választottam, mert az MVM Domba Fradi ünnepen együtt énekeltünk, és az egyik lemezen, Fradi lemezen énekelte a Felszarvazottak baladáját, és ott is együtt énekeltünk, és nagy siker volt, jó volt, és jó ember, és tehetséges. Szeretem, amit csinál, és hát örültem, hogy eljött. Nem volt kérdés akkor ezek után, gondolom? Nem, egyáltalán nem volt, és neki se volt kérdés, ő is eljött, örült neki, ugyanúgy én is örülök neki, úgyhogy remélem, hogy jó dolog lesz ez. Akkor maga ez a koncert az ünnep, ilyenkor utána pihenés jön? Mert amúgy az jellemző rá, hogy koncert után koncert van, tehát meg sem állsz. Most lesz egy kis pihi? Hát az az igazság, hogy most nincs koncert, valamikor lesz egy kisebb koncert december 28-án, aztán a legendában egy tényleg ilyen kicsik, egy kis klubos, a barátomnál játszunk. De hát, hogy pihenünk egy kicsit, aztán lesz ez a december 28-án, utána meg jövőre meg már új úrt elővel kell előtámadni, mert van egy anyag, ami kész van, zeneileg megcsinálták, már össze van rakva, a szöveget is megírta a Horváth Attila, és jövőre szeretnék egy új albummal kijönni, hát remélem, hogy sikerül. Hát nagyon várjuk akkor az új anyagot. Még azt hadd kérdezzem meg, hogy egyébként ilyenkor ennyi év után már rutin egy ilyen koncert, vagy azért rendesen kell készülni? Hát hogy ne kellene, rendesen kell készülni, én még mindig izgulok egy kicsit, aztán örülök neki, hogy ez így van. Szóval ezt nem lehet félváról venni a dolgot, a közönséget meg a bulit. Gondolom vannak olyan dalok, amik ilyenkor nem maradhatnak ki, hát, mondjuk. Természetesen a Rossz Vér vagy a Kőbánya, vagy a Felszarvazottak baladája. Lesznek még meglepetések? Karamellen kívül a koncerten. A Karamellen kívül, hát nem mondom el, de lesz. Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer boldog születésnapot kívánunk. Én is köszönöm, üdvözlök mindenkit, szevasztok, hello!